A műsor támogatója a HRP Europe Kft., a DJI drónok magyarországi disztribútora. A műsor támogatója a HRP Europe Kft. Világítástechnikai üzletága. Kedves nézőink, szeretettel, tisztelettel köszöntöm Önöket Hír Érték című műsorunkban, és ha létezhet a sok témakör között kontinuitás, vagy éppen különbözőség, akkor a mai különösen az. Maga a meghívott vendégem is egészen különös. Szerkezet, de ez csupa nagybetűvel. Végtelen tisztelettel köszöntöm Bertalanti Vadar urat, akit a művészetek polihisztoraként apostrofálnom kell, sőt, főhajtó tisztelettel így megneveznem, akit egyébként 5:1, és ez a művészeteknek majd bizonyos arányát is jelenti, jeles író kollega így jelentetett meg. Szeretném elmondani, hogy a világ egyik legjobb art direktora címet kapta meg Jean Delannoy francia filmrendezőtől, aki maga is az alkotók csillagának egyik jelentős csillaga. De hogy ez miért jelent így azonnal a közepébe vágunk annak az alkotó embernek alkotásai közé, aki éppen most a vendégem, és aki megálmodja a legkülönbözőbb témaköröket felölelő filmeknek itthon és külföldön is. Itthon ugye a Tenkes kapitánya volt az első, hogy a látványtervét megálmodta. De beszéljen maga az alkotó, mert igazából őt illeti meg a hitelesség rangján is életművei. Parancsoljon! Isten hozta, köszönöm, hogy itt van. Hát érdekes dolog, hogy a Tenkes kapitány átemlítette meg, mert azelóta legkevesebb gondom. Tudnék, inkább a természet szerepelt abban a filmben. Hát nekem persze meg kellett keresni azokat a természeti helyszíneket, ahol a film játszódik, de nagy élvezettel csináltam annak ellenére, hogy nem volt vele annyi dolgom. De magyarként az első volt, és aztán megállás nélkül követte, és az egyik kiemelkedő külföldi, most nem sorrendben mondom, mert korábban is ugye megtelt, ez pedig az Operaház fantomja, méghozzá kétszer, majdnem, hogy négyszer. Angol és amerikai. Angol és amerikai, igen. No, azért hát, műszaki rajzok tömkelege is. Itt hát van. Látja, ez volt igazán a nehéz feladat, ugyanis ismételni ugyanazt a feladatot, amikor az első impresszió mindig a legjobb, szerintem, és hogy ne ismétlődjék ugyanaz a szituáció, hát ahhoz erőfeszítéseket kell tenni, ugye, ugyanis ezek jogdíjas dolgok. Hogyne. Ha ismétlem, akkor per lehetőségét villantom fel a produkció számára. Tehát ugyanígy volt az Anna Kareninával. Ugyancsak dupláznom igen. kellett. De, hát ezek valóban nehéz feladatok voltak, de hát utólag kiderült, hogy sikerült megoldani. Óriási sikere volt, hisz a magyar látványtervek a színpadon, ezeknek a terveknek az alapján újultak meg, de színpadterveként, de ami a filmeken megjelenik, az az aprólékos mérnöki, de a szép művészetek, az alkotó művészeteknek a rangján az egyetlen egy emberbe született meg, Bertalanti Vadarban, aki egyébként is mindig elmondja, hogy százszámra álmodik, ismeretlen szavakat alkot közben, és folyamatosan megálmod olyan dolgokat, amelyekből mind a szakemberek ámulattal tudnak meríteni, mi pedig nézők talán nem tekintünk arra tudatosan, hogy a látvány mögött milyen óriási munka húzódik meg, és ezeknek a terveknek a létrehozója Bertalanti Vadar. Festő,
költ. Én nem is tudom, hogy a festészeten belül hányféle műfajnak még ragyogó képviselője, alkotója, de igazából ezek a látványtervek, amelyek filmekre, regényekre, drámákra kell, hogy ráépüljenek, ez annyira tudatosult és a léleknek közös munkája, amit nem lehet csak úgy kiadni, azt csak úgy megoldani. Nagyon sokrétű. Hát ezt a sokrétűséget én úgy szoktam tréfásan kifejezni, ha kérdést tesznek föl a munkásságomról, hogy tulajdonképpen sportoló vagyok. Fedett pályás vér alá futó. Ragyogó. És látja a láthatatlant is, mert ez is egy szabályos feladata, látni és láttatni majd később, ha már megvalósult a láthatatlan. Csak éppen a kettő között, az elején és közben ön van ott, úgyhogy elnézést, hogy ezt a közti részt így emeltem ki, de mese nincs, ön van itt. Újpest díszpolgára, Budapest díszpolgára, a napdi tiszteletbeli tagja. Erdőkertest ne felejtsük ki. Erdőkertest kiemeltük. Erdőkertest és az életmű kiállítás 2015-ben, ahol elhangzott egy klasszikus mondata, amikor megkérdezték, hogy önmaga ugyan ki, kicsoda. És jött egy válasz, én kakukktojás vagyok. Hogy volt ez? Így van. Mit jelentett ez a kakukktojás? Azon túl, hogy amikor az egyetlen öt az egyben megfogalmazódott, hát azért több, mint 100 magyar játékfilm látványmestere, díszlettervezője, artdirektor, könyvművészeti munkák, grafikák, kiállítások, illusztrációk, szövegek alkotója. Itt most a kedves nézők azt az embert így formában kapják, találkozhatnak vele, akinek a neve időnként a nagy stáblistánál nem úgy tűnik fel, ahogy megérdemelné. Parancsoljon. Legkedvesebb hát filmek, nincs leg, tudom, de nagyon sok van. A művész ember nem az érdemekért dolgozik persze, hanem azért, mert belülről rugdossa a kis ördög. Na most a gondolataimért sem vagyok teljesen felelős, mert félálomba születnek. Úgyhogy mire felébredek, akkor már csak a gondolat formázása van hátra. És az a formázás általában megint kettő irányba indul el. Egyrészt megírom, másrészt megrajzolom, vagy megfestem. Ugyanannak a gondolatnak egy teljesen más műfaját kell, hogy végezzem, ahhoz, hogy végül is lenyugodjak. Nem sokáig hagyják, de a saját munka elkötelezettsége, azért nem mondom, hogy mánia, mert nem erről van szó, elkötelezett, hogy ami érinti őt az életben, visszafele a jelenben és most is, valamilyen módon meg kell, hogy fogalmazza, tanulságul nekünk, az utókornak, valami egészen csodálatos ihletettség ez, hogy gondol mindig arra a folyamatra, ami az ön életében magának is nagyon fontos volt. Akkor nem biztos, hogy volt kapaszkodó, de ön ezt megadja. És méghozzá teljesen önkéntes saját szándékával, méghozzá nemes módon és nemes eszközökkel. Hát természetesen az én feladataimat és a gondolataimat nem egészen zűrösmentes időszakba kellett létrehoznom, mert például volt olyan, hogy elém állt a producer, hogy tudom öregem, hogy nagy hajtás van, de azért a heti 2000 dollár az ugye szép pénz. Hetit mondtam, nem havit. Mondom, ez egy gyönyörű pénz, különösen a mi viszonyaink között. De miért mondod ezt én nekem? Szóval annyit kapsz tőlem, nem? Mondom, nem. Ugyanis ennek a töredékét se láttam. És ez eljutott a stúdióig, ugye, a nemzetközi stúdióig, amelyiknek az alkalmazásában álltam, és felelősségre vontak, hogy miért kellett neki megmondani ezt.
Úgyhogy a kirúgástól csak az mentett meg, hogy a külföldiek ragaszkodtak hozzám. Tehát voltak ilyen zökkenők a munkásságomban, amik ugye kísérték maga az alkotó műveletet. Nézze, amikor az igazi tudást, hangsúlyozom, az igazi tudást és produktumomat, amúgy pénzre valamilyen módon ugye köszönő, valamire datálásra építik, az nem mindig úgy jelenik meg, ahogy az adófél elképzeli. Ön, mint a vevő, erre csak úgy reagálhatott, mint az igazi alkotó művész ember. Engem az is érdekel, mert felelősségem van a munkámért, felelősségem van a nemzetemért, felelősségem van azért az íróért, aki ugye már nem él, legyen például ugye Tolsztoj, akiről is beszéltünk, vagy éppen a Phantom című filmre Angliában, illetve Amerikában is, hogy meg az Anna Karenina, meg még sorolhatnánk, remélem majd egy kicsit itt a listát látni fogják, kedves nézőink. A felelősség a tiszta munkáért, ami minőséget kell, hogy jelentsen. Engedje meg, és kedves nézőink, itt ez a 25 perc, ez nagyon rövid, de gyorsan elmondanám a művész úr saját gondolatait, hogy ez az öt mit jelent ebben a bejelentett millióban. Az egyetlen az öt az egyben című kitétel. Az akadémia úgynevezett színházművészeti szekció fogadott be, ez a munkásságom természeténél fogva külön öröm, mert a színház a művészetek összességét képviseli. A színpadon az irodalom, a történelem, a színészmesterség, a zene, a tánc, a képzőművészet, festészet, szobrászat, díszlet, jelmez és számtalan nagy tudást igénylő mesterség szerepet kap. A hangsúly a nagy tudásom van. Ennyi minőségben a nagy tudás. Hát én most a saját nagy tudásomról nem tudok beszélni természetesen. Erről legfeljebb más tud beszélni, és lehet, hogy túlzásokba esik, lehet, hogy nem. Hát nagyon köszönöm, hogy ez a vélemény, hogy nagy tudású vagyok, de hát ezt én soha nem vettem elő magamból, hogy azért csinálom, mert nagy tudású vagyok, hanem mert volt egy feladat, amit meg kellett oldani. Bertalan úr, itt a feladatokról, meg a nagy tudás összefüggéséről kapnak nézőink képet, hogy elhelyezzék azt a csodát, amit mi látványként élünk meg, de ami mögött nagyon sok mérnöki tudás, fantázia, amit tévedés nélkül tudja megoldani azt az ihletettséget, hogy mi megkapjuk azt a hatást, azt a romantikát, ha kell, vagy azt a nagyon kemény hatást, amit az író az adott drámába megfogalmaz, amit valakik ugye elhatároztak, hogy filmre visznek. Önnek az írókkal, az élőkkel beszélni kell. Az aktuális rendezőkkel, dramaturgokkal, világ és felvilágosítókkal, már úgy értem a díszlet világításaival, aztán a színészekkel, mindenkivel beszélnie kell, és ezerféle igénynek aztán elvonul a maga alkotó műhelyébe, és a kérdésnél, elvártnál többet ad. Ezt a többet... Az kétségtelen, hogy az én produktumaim létrejöttéhez nagyon sok munka kellett. Hát érdekességként megemlíthetem azt, hogy sokszor éjjel-nappal a rajztábla előtt álltam, és hogy éhen ne halljak, a feleségem egy kis katonákkal etetett közben. Irénke, nézni kell az adást, köszönjük szépen a hitves munkásságát amúgy mindenben. Számtalan napon keresztül ilyen volt természetesen, példa a sok munkára. Mi az, ami és mi folyamatosan önben élt? A fantázia, amit tényleg csak egyénileg lehet megélni, de azt olyan minőségben mondom, hogy csalhatatlan lett ez a fantázia. Ezzel született, ezzel a készséggel, képességgel. Hát arról ugye az ember nem tehet. Az vagy van, vagy nincs. Csak képezni kell, ugyanis a műfajok megjelenési technikáit ismerni kell. Na most, ha
ezeket a megvalósítási eszközöket használni tudja az ember, akkor megoldható minden feladat és minden műfaj. Megoldható? Amikor már a kész anyag ott van, az ember csak lapozgat, és még mindig talál benne valami módosítást. Ön érdekes módon azt mondta, hogy csak úgy adok ki a kezemből valamit, ami a magam erkölcsi szakmai tudásának és a másik kérésének, meg amit én belelátok abban a drámába, a regénybe, bármibe, annak meg kell, hogy feleljen. A díszlettől a korhű ruházatig, az utcákig, minden. Még talán néhány díszletet a Fóti Mafilm stúdió őriz, ahol ön időnként megjelenik, vagy legalábbis ahogy lehet megjelenik. Azért lehet gondolkodni, hogy ma hogy készülnek, korábban hogy készültek, a készülés fázisai hogyan jelentkeznek. Hát végig kellett kísérni a megvalósulást is, tehát nem csak a tervezést kellett megoldani, hanem le kellett vezetni, figyelemmel kellett kísérni a megvalósulás egész folyamatát. Na most a dolog úgy állt, hogy minden tegnapra kellett a filmvilágba, és a forgatás előtti napon még minden a feje tetején állt, természetesen. Na most a külföldi filmeknél ez különösen felelős feladat volt, ugyanis hatalmas pénalitást kellett volna fizetni, hogyha a forgatási időre, amikor az világsztárok felvonulnak, nem áll minden készen. De hát valahogy megoldódtak ezek a dolgok, és általában, mert különben nem ragaszkodtak volna hozzám a külföldiek. Kifejezetten önhöz ragaszkodtak, nem volt második. Kifejezetten önhöz ragaszkodtak, és ez nekünk, magyaroknak rang. A film szakmának külön rang, hogy hány olyan magyar alkotó van, operatőröket is lehet emlegetni, de most maradjunk a saját területénél, hogy díszleteket, látványterveket úgy megvalósítani, amiből lesz kezelhető díszlet, belakható díszlet, élmény a nézőnek és a drámának, kivéthetetlen tárgyi valósága. Hogy is volt például már emlegetett, amit ugyan külön kiemelt Jean Delannoy, filmrendező úr a franciák részéről, hát hatalmas egyéniség, hogy a Fantomnál is mi mindent kellett csinálni. Emeljük ki meg a francia filmeknél, amin önnek köszönhető, hogy ezt a látványt az ember úgy érte meg, hogy belehelyezhette magát. Hitel volt, hiteles, korhű, mindenestül együtt. Hát a dolog úgy néz ki, hogy az első fázisként képvé kell alkotni az elképzelést. Most ezt a képet fel kell bontani műszakilag, hogy megvalósítható legyen. Most miután fel van bontva műszakilag, át kell tenni részleteiben műhelyrajzokká. És ezek az apró műhelyrajzokból elkészült részletek tevődnek össze aztán díszletegészé a műterembe. Hát csináltam én olyan viccet is, hogy érdekességként elmondhatom, hogy nagyon nagy rendezőnk, nagyon tiszteletreméltő rendezőnk, elé tártam a díszletterveket, ezeket a bizonyos rajzokat, amiket másodpercek alatt kellett csinálnom ceruzával, olyan kevés volt az idő. És mindegyik fölé, a ceruzarajzok fölé tettem egy hártyapapírt, hogy nem aszatolódjon el. És nálunk az volt a divat, hogy alá kellett iratni a rendezővel, hogy mehet az építés. Helyes. Én elé tettem a rajzaimat, legfölül volt még egy hártyapapír, azt mondta, a hártyapapírra látod, ez a jó. Mondom, akkor írd alá. Mondom, én meg ezt fölépítem neked. Mikor eljött a díszlet átadás napja, kisikáltattam a műtermet, még egy henglét sem maradhatott be, visszhangzott minden. Jöttek díszlet átvételre, rendező, asszisztens, másodrendező, kellékes, berendező,
közel gyártási, 80 tagus. És tehát... így tovább, lép a sorba, üres a műterem, díszlet sehol. Elővölték magad, hol a díszlet? Mondom, itt a terv, ami alá van írva, fölépítettem. Erre elrohantak a minisztériumba panaszra természetesen. Én meg mondtam a fiúknak, akik az én díszleteimet általában fölépítették, na mondom, nyomás a díszlet előkészítébe, hordjátok az anyagot. Mire visszajöttek a minisztériumból, állt a díszlet a műterembe. Megint földbe gyökerezett a lábuk. Hát ezek hülyék, hát itt a díszlet. Hát mi van? Erre a szegény nagy tiszteletű, már elhunyt rendező, lányos zavarába ment rendezni a dolgokat, aprólékokat, szék ide, oda, oda. De tisztelettel mondom, halála után is, hogy nem haragudott, mert ezek után hajlandó volt előre is köszönni. Bertalan úr, az ön egyénisége, ami a tudás rangján folyamatosan a tiszteletet, annélkül, hogy ez ön bármit tenne érte, a nagyon nagy dolog, amit tesz, az a munka. Szerényen beszél önmagáról, szerényen beszél munkásságáról, szerényen csak annyit mond, hogy műterem, de ez a műterem időnként olyan hatalmas, hogy városokat kellett felépíteni, tehát a kedves nézők úgy érezzék, hogy egy város az Bertalan úr pillanatnyi kifejezésében műtermet jelent, de ez jóval több. Maga a város utcákkal, méretarányosan, minden az égvilágon, ahogy mi is megéljük. Ez akkor, amikor nem volt igazából a technika olyan fejlett, hogy össze-vissza vetítünk mindent, vagy céltudatosan, akkor ezeknek a díszleteknek anyagostól, mindenestől, hitelt érdemlően állni kellett. Hát valójában nem volt akkor a műtermünk, hogy az általam vagy mások által is tervezett város díszleteket belegyömösöljünk. Volt úgy, hogy meg kellett toldani a műtermet ideiglenes műteremmel, kinyitni a nagy oldalát, és folytatni a rét felé, fóton például, ugye, mert az öreg Párizst meg kellett terveznem, öreg Londont meg kellett terveznem, nem fért a műterembe, az akkori műtermekbe. Hát így oldottuk meg. Én csak azt tudom mondani önnek, hogy az ember azért megy el színházba, moziba, hogy ott arra az egy vagy két órára, nagyisten két és fél órára kikapcsolja a mindennapi munkásságot, ihletettséget kapjon, megnyúvást kapjon, erőt kapjon, kikapcsolódás, de minőségi rangban, amit a történelem sugall nekünk, hogy emberek hogyan éltek akkor, hogyan vitatkoztak, mi az, amit nem szabadna elfelejteni, mi az, amit nem szabadna újra ismételni. De megálmodott olyan környezetben, ami hiteles a tárgyhoz, az emberhez, a lélekhez és a mindenkori társadalomhoz. Ehhez óriási történelmi, irodalmi, földrajzi és számtalan tudás kell egy versor leírásánál is. Hát még amikor megtervezem a látványtervet, amiből ez díszlet. Hát természetesen az építés szett egész történetét a barlangházaktól kezdve mai napig ismerni kellett. Ilyen stíluskorszakokat, azokat egészen részletekig ismerni kellett. Hát ez alapja a díszlettervezésnek természetesen. Na most, ami a kivitelt illeti, hát nyilván segítségemre volt az építész, filmépítész, voltak segédépítészek, voltak részletrajzolók, mert például a Strogoff Mihály című filmhez 50 kiló volt csak a pausz, amit tele kellett rajzolni. Ahhoz, hogy megvalósuljon. Édes jó Istenem. Hát ez, igen, hát ez egy ilyen folyamat volt. Hát volt még egy-két film, hogy tonnányi lett a pausz, és ebből sajnos nem minden maradt meg. Egyrészt ugye elvitték kölcsönkérés címén, másodszor ugye sajnos tárolási problémák lettek, de hála Istennek nagyon sok mindent kis műtermében sikerült megőrizni, és ez nagyon jó.
nagyon jó igazolás ennek a irdatlan munkának, és főleg a tudásának, amit ön tárgyakban is tudott ötvözni. Én nagyon jól tudom, hogy önt nagyon szeretik a művésztársak. Talán az az egyetlen ember, akit egy ilyen meglehetősen neuralgikus területe, mint a művészet és a filmipar, szeretnek. Tisztelnek és szeretnek. Szeretnek és tisztelnek. Ezt mind a saját maga tartásával, mert tartással rendelkező ember, nem a viselkedés alanya, a tartásé. Egyetlen egy dolog dominál, a feladatnak megfelelni, ami önből következik, nem csak a megrendelésekre, hisz versei, esszéi, novellái és egyéni festményei is ezt tanúsítják, ugye? Hát igen, a felelősségemre gyakran felhívták a figyelmet, anélkül, hogy néha szükségtelen volt, ugyanis amikor azért vontak felelősségre, hogy miért mondtam meg a producernek, hogy én nem kapom meg a gázsimat, akkor arra hivatkoztak, hogy ide figyelj, hát ebből készülnek a magyar filmek. Ezekből a valutákból. Hát ezért is felelős voltam, hogy a magyar filmek is el tudjanak készülni. Nem akarok hát most belegondolni, a... Bertalan úr, hogy ez a dologiság mennyire egyenes, vagy mennyire görbe. Ennek a mi beszélgetésünknek abszolút nem ez a lényege. A lényege ön. A munkássága mindaz, amit a külföldi óriási sikerű és a magyar filmekhez is megtett. És főleg az, hogy a képszavak, szóképek alapján megjelent kiállítása is mindazt tükrözi, ami az ön emberi minősége. Kedves nézőink, mai vendégem, és remélem, hogy az önök által megismert csodálatos ember, Bertalan Tivadar, aki ebben az esztendőben lépett be 86. életévében, még meglep bennünket alkotásokkal, mert az erő benne van. Ezt az erőt szerettem volna, és szeretném most is ön által átadni kedves nézőinknek, a szakmának, és egy rövid verset volna szíves elmondani, amiről itt beszéltünk. Úgy kezdődik. Hát öregszem. Fogy az időm, tehát törekszem. Egyetlen szélt szolgál mindent tettem, mit is, te jó ég, elfelejtett. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és ez az elfelejtés egészen mást jelent. Nekünk kötelességünk ezt észbe juttatni is. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívást. Viszontlátásra. Jó egészséget kívánok! A műsor támogatója a HRP Europe Kft., a DJI Trónok magyarországi disztribútora. A műsor támogatója a HRP Europe Kft. Világítástechnikai üzletága.